Elkészült a Kárpát-medence első gulák harangja, mely a szibériai fogolytáborok áldozatainak állít emléket. A harang nemrég megérkezett Nagy Dorogra, ahol április 15-én vasárnap lesz a szentelési ünnepség. Megérkezett Nagy Dorogra a lengyelországi Semisöl város műhelyéből az a 430 kg-os harang, mely a Kárpát-medencéből elhurcolt szibériai gulák táborokban raboskodó áldozatok emlékére készült. A harangöntést másfél évvel ezelőtt Zsúnyi Illés kezdeményezte, aki 9 évig raboskodott a gulágon, és átélte a földi pokol minden borzalmát. Most itt a legújabb verzió szerint, amiről dokumentáció van, 40 ezer embert ítéltek el a szovjet csapatok, és vittek ki. Ebből a 40 ezerből 2000-en tudtunk hazajönni. Illés bácsi elmondott a 2010 októberében, hogy ő a gulágon elhunyt hadi és politikai fogoly társai emlékére szeretne harangot öntetni, és ehhez egy alapító adományt is ő letenne az úr oltára elé. Akkor éreztem azt, hogy hát bizony ezt a újabb, súlyos megpróbáltatást el kell kezdeni, mert valamiképpen több van ebben, mint egy emberi terv. És így egy bő másfél év alatt valósult meg ennek a harangnak az elkészülte. Zsúnyi Illés 1 millió forintos felajánlását még sok-sok nagylelkű adomány követte, melynek nyomán bő másfél év alatt elkészülhetett a Gulág emlékharang Marek Kavinsky harangöntőmester műhelyében. A harang teljes költségét, amint egy 5 millió forintot közadakozásból, a magánszemélyek és cégek adományaiból sikerült előteremteni. A harangöntés mellett az elmúlt időszakban átépítették a templom liturgikus terét, mely ezáltal teljesen megújult, megszépült. A gulák harang és a templom belső felszentelése egyszerre fog megtörténni 2012. április 15-én, vasárnap 10 órakor. Talán egy emberöltőben egyszer megvalósuló nagy eseményt, egy ilyen szép harangnak, hatalmas harangnak a fölszentelését, fölemelését, és egy belső liturgikus térnek a fölszentelését nem szabad kihagyni, meg kell köszönni a Jóistennek, és Istenen keresztül meg kell köszönni mindazoknak, akik tettek ezért, hogy ez megvalósulhasson. Az ünnepi szertartást dr. Márfi Gyula veszprémi érsek vezeti, aki 10 órától a templom bejáratánál felszenteli az új harangot, melyet ezt követően fognak beemelni a toronyba. Az ünnepi alkalom végén megszólal majd a Kárpát-medence első gulák harangja. A szertartás végén, mint minden harangszenteléskor, meg fognak szólalni a harangok, mégpedig a két régi köszönti az új társát, utána mindig az új szokott egyedül megszólalni, és akkor a végén mind a három. Ezzel a gyönyörű szép akkorddal és egy külső emléktáblának a leleplezésével fog zárulni a harangszentelés és liturgikus tér szentelési szentmise, utána a meghívott vendégeket az iskolába ebédre várjuk, a résztvevőknek pedig egy mézes kalács haranggal, egy kis emlékkel kedveskedünk és képeslapokkal.